Szombaton este 8 órakor jó estét, Vajdaság! A szórakoztató műsor Bezdánban készült. A használt ruhák újrahasznosításáról, a kézi munka szépségéről, a tojás művészi kidolgozásáról, a Művelődési Egyesület tevékenységéről, a gyógyfürdő helyzetéről, a kajakosok sikereiről, meg a környezetvédelemről is készült riport. A település múltjáról meg jelenéről úgy szintén beszámoltak a helybeliek. Szombaton este 8 órakor jó estét, Vajdaság! Művelődési műsorunkban beszámolunk az Újvidéki Színház legújabb előadásáról, a Híd évadzáró rendezvényéről és a Ricsaj Népművészeti Fesztiválról, valamint bemutatjuk a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia művészeti szekcióját. Kereken 65 évvel ezelőtt, 1949. november 29-én kezdte sugározni műsorát az Újvidéki Rádió. A szombat este 9:30-kor kezdődő félórás adásunkat az Újvidéki Rádióról, főleg a magyar műsorok készítőiről, több évtizeddel ezelőtt forgatott felvételekből állítottuk össze, hogy felidézzük a jelentős tájékoztató és művelődési intézményünk történetének korábbi mozdulatait. Agrárhíreinkben a mezőgazdaságunkat és a kistermelőket érintő kérdésekkel foglalkozunk, majd egy horgosi, tejtermelő családi gazdaság téli takarmány bekészítéséről hallhatnak, és a kéknyelv betegség miatti jószágkereskedelmi zárlat következményeiről. Folytatjuk a bolonyai mezőgép kiállítás látnivalóinak ismertetését, és ezúttal az állattenyésztés gépeiről és egy egyedi permetezőgépről szólunk. A barázdát, majd az étkezési kukorica termesztéséről és jövedelmezőségéről Szent Tamáson készített riportunkkal zárjuk. Milyen gyakorlati hozadéka van annak, hogy a kormány hatályon kívül helyezte a kollektív bűnösség elve alapján hozott második világháborús közigazgatási határozatokat? Vendég Bozóki Antal ügyvéd. Letartóztatták, akkor egy szerb barátjával ment az utcám, és az megpróbálta menteni. A régió országaiban hogyan tevékenykednek párhuzamosan az ügyvédek és a közjegyzők? Az Újvidéki Rádió 65. jubileuma kapcsán a stúdióban Klem Józseffel, a Médiaház igazgatójával beszélgetünk. Minden délelőtt be van kapcsolva, úgyhogy amilyen azt szoktuk hallgatni. A napjaink központi témájához nézőink is hozzászólhatnak. Műsorunk alatt a napjaink@rtv.rs e-mailre várjuk kérdéseiket, megjegyzéseiket. Egészségügyi műsorunk vendége dr. Tóth Ferenc pulmológus, akivel a tüdőgyulladásról, az asztmáról és a TBC-ről beszélgetünk. Várjuk kérdéseiket is.